külső vizsgálatok elvégzése után most boncoljuk föl a halunkat. Tehát a boncolás elején a tükörpont pikkelyeinek egy részét el kell távolítani, hogy a vágásokat el tudjuk végezni. Tehát innen a háti oldalról. Jó, kezdem. Tehát eltávolítjuk ezeket a pikkelyeket. Írharéteg képződményei a pikkelyek természetesen. Ezt azért csináljuk, hogy könnyebben tudjuk elvégezni a megfelelő vágásokat. Ebben van a halnak a háti oldalán. Végezzük az első vágást. Patrik, itt fogjad a halunkat. Lehet, hogy ezt nem is kell, csak ott fogjad. Igen, innen a fejvég felől haladunk, hátrafelé, a farkivég felé. A vágást úgy fogjuk végezni, hogy a tövis nyúlvány mellett haladunk. A háti irányba. Háti irányban a farok felé. Ups. Anál és papilla magasságáig. Igen, mélyítjük a vágást, elértük a bordákat, hát itt valami hajszál érve vagy a vesébe sikerült belevágni egy kicsit, elől is folytatjuk, majd itt a kopoltyú mögött történik egy hosszanti irányba lefelé. Igen, és ugyanígy itt a harok résznél is. Adunk a anális papilláig, és azt elkerüljük. Tehát így. Oké. És ezt követően itt lefejtjük az izomzatot, testfalat. Az az igazság, hogy a törzsizomzat szelvényezett felépítésű. Igen, itt előtűnnek a bordák. Kis vérzés van. Itt szépen lehet látni a szelvényezettséget. Ugye? Tehát szelvényezettség. A kötőszövetes sövények vannak az egyes szelvények között, és a kötőszövetes sövényekből alakulnak ki elcsontosodva a szálkák. Így van a szálkák. Itt egy kis törlést csinálhatsz.
nekünk. Megszedünk. Itt vannak a bordái. Halunknak. Ohó. Kicsit itt belevágtam a fej vesébe. A elővesébe. Vágjuk. Picikét hozhatunk. Jó. Hát a hasi oldalán középen ejtjük a következő meccést, mégpedig az ollónak a tompa hegyű végével. Ide a nyílásba bedugjuk, illetve egy haránt irányú meccést ejtünk. Haránt meccés. Igen, és akkor ide dugjuk be a tompa végét az ollónknak. Tessék. Fogom el is masszálnokat. Igen, így kellene cserélni. Jó, oké. És akkor... szeretnék a szervekbe belevágni. Eltávolítom innen a tápcsatornának a részeit. És egy hosszant irányú meccést ejtünk a hasi oldalon. Itt a hasúszóknak a függesztővét átvágom középen, folytatom a meccést. Igen. Szívburok üregének a lemezéig folytattam a meccést. Kicsit, mintha bele is vágtam volna. Itt fogjad itt légy szíves. Csak ott, csak itt, csak itt így. Ez itt a szívburok üregének a lemeze, egy kicsit belevágtam a lemezbe. Itt van.
Jó. Megfordítjuk a falat, és ablakot nyitunk. Következő képen. Átvágjuk a hordákat. Óvatosan, hogy az ősvesébe ne vágjunk bele, mert akkor erőteljes vérzést kapunk. Előtűnik az úszóhólyag. És itt a fej felüli oldalon szintén elvégezzük a vágást. És ezzel megnyitottuk az ablakot a testüreg felé.